Idén 17. alkalommal buliztak közös asztal mellett a környék vendéglátósai a termálétteremben. Ennek nagyon jó visszhangja van, és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy ez az országban egyedülálló. Tehát ilyen, hogy a vendéglátósok így összetartanak, és egy helyen szórakoznak, és itt megismerkednek, barátkoznak, tehát nem ellenségek, hanem konkurenciák vagyunk, hanem barátok vagyunk. Mint minden kiskörösi bálnak, a vendéglátósok bájának is fontos szerepe van abban, hogy összetartsanak az egy szakmában dolgozók. A szakácsok és felszolgálók mellett a zenészek is kitettek magukért. Itt van Szekeres Misi, Geiger Peti, Grávics Öcsi, akik állandó zenészek, akik már évek óta a vendéglátóban, 30 éve, 40 éve vendéglátóban játszanak, és ők örömmel jönnek el ilyenkor, és akkor egész ilyen 5-6-7-8 zenész jön össze, és akkor nagyon nagy buli van. A vendéglátósok tudják, hogyan kell mulatni, csak a pirkadat vetett véget a bulinak. Ha nem is kivilágos kivíradatig, de éjfél utánig tartott az idei Batyus Szlovák Nagymama Bál január 17-én. A Nagymama Bál is már 15 akárhány sok éve van, aminek az első apropója az volt, hogy szilveszterkor mi nagymamák vigyázzunk az unokákra. Hát most már oda jutottunk, hogy nem mi vigyázunk az unokákra, hanem a dédunokákra kell vigyázni. Tehát az idő halad fölöttünk is, meg az unokák fölött is, de a hagyomány az tovább él, és egyre lelkesebbek, tehát nem lehet abba hagyni. Már pár héttel ezelőtt kérdezték, hát nem lesz már semmi? Hát mi van? Semmi nem lesz. Hát nem mondom, lesz majd úgy összejövünk kicsit, énekelgetünk. Tánc nem lesz? Hát ha tánc nem lesz, akkor az nagyon rossz lesz. Hát mondom, de jártok terápiára, nem számít. Akkor is tánc legyen. Főételként a hagyományokhoz hűen most is zmacskalót hozott mindenki magával, ami nem más, mint hajában főtt krumpli zsíros paprikás dinsztelt hagymával. A jelképes sült krumpli zmacskalóval itt van, de ilyenkor már minden házba vágtak disznót, és akkor mondták, hogy disznóságokkal lesz teli az asztal. Hát van rajta friss disznótoros is, de füstölt kolbász, sózott szalonna, töpörtyű, májas, mi szemszájnak ingere minden, és a sütemények különlegessége, tehát a legfinomabb, legkülönlegesebb sütemények. A talpalávalót Mózer Bandi szolgáltatta, így aztán vacsora után folyamatosan foglalt volt a táncparkett a művelődési ház földszintjén.